A bajnokságban megszerzett második hely és a megyei kupadöntőn aratott győzelem után várható volt, hogy nem lesz nagy mozgás nyáron az ibrányi játékos keretben. Végül mindössze 4 futballista távozott, Balog Gábor Mándokra, Szabó Milán és Vidoven Márk Balkány beigazolt, Félegyházi Viktor pedig befejezte pályafutását. Helyükre 3-an érkeztek, mellette a jövőt is szem előtt tartva saját nevelési fiatalokat vitt fel a felnőtt keretbe Kis Tamás játékos edző. Kopasz Józsit igazoltuk a Bozsik Akadémiáról, aki egy 2000-es születésű, nagyon fiatal, tehetséges, nagyon nagy ambícióval érkezett hozzánk. Nagyon-nagyon jó ajánlólevelet kaptunk a Bozsik Akadémiától róla, úgyhogy ő tényleg a jövő. Mellette érkezett még a Bernát Martin, aki MB3-ból Sényőről érkezett, egy 21 éves, nagyon-nagyon tehetséges, a védelemben bármelyik poszton bevethető, és középpályára igazoltuk még a Viszikai Krisztofert, a Filó csapatától, ő is egy 20 éves fiatal játékos, és nyáron még, ami nagyon-nagyon fontos volt számunkra és a vezetőkkel együtt, ez egy úgymond meghatározott cél is volt, hogy az utánpótlásból próbáljunk minél több helyi fiatal beépíteni, és 6 utánpótlás játékos kezdte el velünk a felkészülést. Ibrányban bíznak abban, hogy az elmúlt szezonban mutatotthoz hasonlóan szerepelnek majd a 2019-2020-as idényben is. Nem titkolt szándékunk, ugyanúgy a dobogó közelében szeretnénk végezni, ha úgy alakul, akkor persze szeretnénk megnyerni, ugye én azt mondom, hogy edzőnek, meg egy csapatnak is mindig legyenek komoly céljai, úgy vágjanak neki bármilyen rendezvénynek, tornának, bajnokságnak, hogy minél jobb eredményt elérjenek. A helyi fiatalokra szeretnénk majd hosszú távon építeni. Ez egy nagyon-nagyon fontos számú célunk, ugyanúgy a Magyar Kupában is ismét szeretnénk, mint az elmúlt években a főtáblára kikerülni. Az Ibrány vasárnap a Kisvárda 2 otthonában kezdi a szezont. A megyei első osztály nyitófordulójának további párosítása a következő: Tiszakanyár Tarpa, Kemecse Nyírgyulaj, Baktalórendháza Nagyecsed, Nyírmegyes Nagyhalász, Újfehértó Balkány, Mátészalka Fehérgyarmat és Vásárosnamény Mándok.